A légszennyezés a világon évente 3 milliónál is több ember életét követeli. A statisztikák szerint 8 halálesetből egyet légszennyezés okoz. Ma Magyarországon a kutatók 6-8 ezer közöttire becsülik a levegő minőséggel összefüggő halálesetek számát, ami 10-szer annyi, mint ahányan például közlekedési balesetben halnak meg. A tisztább levegőért indult a Fűcs okosan kampány. A következő percekben arra nagyon fontos témára szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nagyon nem mindegy, hogy mivel és hogy hogyan fűtünk. Vendégünk a témában V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára. Jó reggelt kívánok, jó köszönöm szépen, hogy itt van. Na hát meséljen, hogy alapvetően milyen módon szennyezi a lakosság fűtéssel a levegőt, és hát önmagában a saját környezetét. Nagyon fontos szólni arról, hogy van egy tévhit, hogy Magyarországon a levegő minőséget alapvetően a közlekedés és a ipari szennyezés határozza meg. Ez már régóta nem így van. Egyrészt azért, mert a rendszerváltozás óta azon ipari tevékenységek, amelyek szennyezők voltak, eltűntek, másrészt azért az Európai Uniós előírásoknak megfelelően filterrel látták el ezeket a szennyező forrásokat, és azért a közlekedésen belül is jobb minőségű autók vannak, manapság egy kamionnak annyi a kibocsátása, mint valamikor egy zsigulinak. És bizony, ma már több mint kétharmados nagyságrendben a lakossági tüzelés határozza meg a levegő minőségét. Ennek a legfontosabb mutatója az úgynevezett PM10, a 10 mikrométer átmérőnél kisebb részecske, köznevén levő szállópor, kisméretű szállópor, és azon belül is van még egy veszélyesebb frakció, 2,5 mikronnyi frakció, no ez az, ami akár bekerülhet a véráramba is. Az elmúlt években Magyarországon nagyon sokan átálltak az úgynevezett vegyes tüzelésre. Hogyha a levegő minőségét vizsgáljuk, akkor ez önmagában már veszélyforrás lehet? Igen. Akkor, hogyha helytelen a fűtés. Tehát a vegyes tüzeléssel nincsen gond, hogyha olyan tüzelőanyagokat választunk, amely kevésbé szennyezi a levegőt, így például a brikettet, vagy éppen a pelletet, vagy a kemény fát. Ha fűtünk és vegyes tüzelést választunk, akkor a kemény fát kell választani, a tölgyet, a bükköt, az akácot. És hát nem csak a kampányra arra hívjuk fel a figyelmet, hogy hogyan kell fűteni, mivel és milyen módon, milyen technológiával, hanem arra is, hogy mit nem szabad elégetni, hát 15 éve nem szabad hulladékot Magyarországon elégetni, és hát valljuk be, bizony ez jelentős mértékben jelen van a lakossági tüzelésnél. Hát és meg hát, a gumi, meg a pelenka, meg mit hát tudom én, valami egyéb ilyen dolgok. Elképesztő, igen. Hogy mi mindent el nem égetnek az emberek, és hát legkevésbé sem szociális probléma ez, tehát arra is szeretnénk felhívni a figyelmet. Így van. És ilyen szempontból, tehát akkor nem változott semmit, amióta mondjuk uniós tagok vagyunk, az ország fűtési fegyelmezettsége, hogy úgy mondjam? Én úgy vélem, hogy erre nem volt kellő figyelem, tehát amíg egy kultúrember például nem önt élővízbe olajat, mert azt tudja, hogy az szennyez. Ez az ember, ez a bútorlapot összevágja, és berakja a kazánjába. És azért, mert nincsenek ismeretei arra, hogy mennyire veszélyes ez. Hogy nem csupán bosszantás az, nem csupán megmérgesíti a szomszédot, ha például nedves avart éget. Tehát ez nem az a kategória, amit vasárnap délután 2 órakor füvet nyírunk, az is eléggé bosszantó egyébként. Ez nem megmérgesítem, hanem megmérgezi. Megmérgezi. Tehát hosszú távon bizony, különösen csecsemőkre, idősekre veszélyes. Azon túl, hogy most beszélünk róla, hogyan tudják még felhívni a kampányra eleve a figyelmet, hogy létezik ilyen, hogy fűcsokosan kampány? Észre fogják venni. Észre fogják? Tehát a mai naptól a megyei napilapokban, tévében, rádióban reklám özön lesz, és hát remélem ehhez hasonló műsorok is felhívják erre a figyelmet. El akarjuk azt érni, hogy háborodjanak fel az emberek. Háborodjanak fel azon, hogyha a szomszédban akár gumit égetnek, és ne viseljék ezt el. Én hiszek abban, hogy lehet áttörést elérni, nézzünk csak a dohányzásra. Ki gondolta volna azt 10 évvel ezelőtt, hogy nem, hogy az üléseken nem lehet, a parlamentben még voltak olyan idők, mikor a csittartó kint volt az asztalon.
aztán utána ki kellett menni a helyiségbe, a bevándorlóhelyiségbe, aztán az épület elé, már ott sem lehet, közterületeken is korlátozott. Én hiszek abban, hogy itt is elérhetünk a lakossági fűtés esetén és a hulladék égetés beszüntetése kapcsán is egy áttörés. Azért az jó, hogyha tizenvalahány évvel az uniós csatlakozás után elérjük valóban, és most már erről beszélünk, hogy elérhető ez az áttörés. Azért hangsúlyozom, hogy ez nem jellegzetesen magyar probléma. Tehát maga a levegőszennyezettség is globális probléma, a WHO felmérése szerint a világ lakosságának 92%-a olyan helyen él, ahol magasabb a légszennyezettség a PM10 esetén, tehát kisméretű szálló por esetén a megengedettnél. Államtitkár úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm.